iskolánk immár 127 éve készíti fel eredményesen a továbbtanulásra a diákokat. Ezzel elmondtam azt is, hogy a mi elsődleges célunk a továbbtanulás, az egyetemi képzésre való felkészítés. Tehát azokat a diákokat várjuk, akik mindenképpen egyetemen szeretnének tovább tanulni, és diplomát szeretnének szerezni. Ebben 127 éve igen eredményesek vagyunk. Ezt évek óta a tények is igazolják. A diákjaink a legnépszerűbb egyetemekre, szakokra kerülnek be. A többségük, tehát a 90% felett tovább tanul, vagy felsőfokú szakképzést választ. Az intézményi átlag pontszámok általában 410 és 420 pont között alakulnak. Ezben kiemelkedett a tavalyi évfolyamunk, ahol is a diákok több mint kétharmada 400 pont feletti eredményt ért el, és bízunk abban, hogy ez az idei esztendőben is így lesz. Várjuk azokat a diákokat is, akik szeretnek versenyezni, szívesen megméretetik magukat, nem csak a tanulmányi, hanem a művészeti és sport versenyeken is. Évek óta kiváló eredményeket érünk el, ugye a tanulmányi eredmények talán ismertebbek, ezen belül az OKTV és egyéb országos eredmények. Az idei évben is, amikor megrendezik, természetesen mindig résztvevői vagyunk a keszthelyi helikoni ünnepségeknek. A dunántúli iskolák mezőnyében 5. helyezést értünk el, és a sporteredményeink is kiválóak, gondoljunk itt csak a diákolimpiai kosárlabda, lány kosárlabda országos első helyezésünkre. Tagja vagyok a színjátszókörnek, amivel egész jó eredményeket érünk el, illetve ugye diákigazgatóként próbálom szervezni a diákok életét az iskolán belül. Tanáraink borzasztóan empatikusak, borzasztóan jó emberek szerintem, ők diákközpontúak, és nagyon jól tanítanak és ezen kívül felkészítenek az életre, és nem csak leadják az anyagot. Nekem két elképzelésem van, egy A és egy B tervem, vagy jogász szeretnék lenni, vagy pedig gazdasági pályán szeretném folytatni tanulmányaimat. Várjuk az érdeklődő 6. osztályosokat, akik szeretnének már most egy jó közösséghez tartozni, egy jó közösségben tanulni, és immáron 6. osztályosként az érettségére felkészülni. Ők német és angol nyelvi emelt szintű oktatásban részesülnek, és várjuk a 8. évfolyamosokat, akik 4 évfolyamos képzésben szeretnének tovább tanulni. Itt is valamennyi képzésünk emelt szintű képzés, a már hagyományos képzésekben, mint matematika, fizika, és egy új képzésben informatika emelt szintű oktatást indítunk el. Ehhez megvannak a kiváló tárgyi és személyi feltételeink is. Úgy látok, hogy az utóbbi években ez nagyon megnőtt az érdeklődés, és nagyon népszerű a diákok körében. Várjuk a nagyon sikeres biológia, kémia, magyar történelem emelt szintű képzésre az érdeklődőket, és természetesen az idegen nyelvi képzésekre is emelt szintű angol és német képzéseket indítunk. Nyílt napokat november 14-én és 15-én tartunk, illetve felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy térítésmentesen anyanyelvből és matematikából felkészítő foglalkozásokat hirdettünk. Az iskolánkban felvételi vizsgán kell sikeresen szerepelniük mind a 6. mind a 8. évfolyamosoknak. Az írásbeli vizsgát anyanyelvből és matematikából tehetik le, illetve a 8. évfolyamosoknak szóbeli elbeszélgetést is hirdetünk majd. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Garay János Gimnáziumban.